Jó, de várjuk már a Creed 2-t, teljesen oda voltunk az egyért. Igen. És azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy a Creed 2 talán még jobb lesz, mint az egy. De nézzük meg ezt az új trailert. Nézzük, nézzük! Nagyon szeretjük az edzést, igaz, Gyurikám? Az edzés, olyan barátunk. Hírek terjedtek, hogy ő lesz az új Superman. Tudom, ezt nem tudom, ezt azért nem annyira akarom elhinni, de oda nézd mekkorát, oda somol. Az öreg medicilabdával. Azért ez a profil, ez nagyon odavernem, de hát ez van. Igen, de itt már kicsit érettebbnek tűnik a srác, nem olyan tágosnak. Nagyon-nagyon szeretem a Stallone hangját, és örökké a fanja leszek a Stallone. A magyar nagyon... hangját. Nem csak a magyar hangját, a magyar az angol hangja is epic. Nagyon jó. Hát igen. Erről majd külön kell beszélnünk, erről a tervezetről ugye, hogy kivel is akar ő itt összecsapni. Tehát, hogy azért ez egy érdekes csak dolog lesz. Van gyerekük. Ja, léptünk az időbe, akkor ezek szerint több évet nyilván. Nem feltétlenül. Úgy tudom, nézd, láttad? Iván, drága! Igen. Különben nekem tetszik ez a történet, Gyuri. Mármint jó, hogy ezt vették elő, ezt a szállat. Hát nem biztos, hogy működni fog egyébként. Tehát azért más az, hogy a Rocky meg a Iván Drago, most ezek a gyerekeik, ha csak nem lett teljesen ugyanúgy agymosva az Iván Drago fia, hogy ő is gonosz legyen, meg ő is szteroidos legyen. Nem, itt inkább csak az van, amit most mondtak, hogy a csávó az a durva körülmények közül jön, tehát ővel azért nem érdemes összecsapni, mert olyan világból jön, mint emlékszel arra a K1 harcos azt, hogy hívták, aki mondta, hogy azért küzd mindig, hogy nagy visszakerüljön a szegénységbe. Fedor mondta. Fedor Emelianenko. Nem K1-es, mindegy. Vagy MMA-s, bocsánat. Fedor Emelianenko. Ez jó. Hát jó kis télen, na. Milyen jó apa. De kedves apa. Ez öreg kíd. Gondolom már, ami sérüléseket kell gyógyítani. De jó. De jó. Stílusos nagyon. Elég visszafogott bevonulás, mi? Igen, de itt már nem gettó. Itt már nem gettó a srác. Nem, itt egy büszke, büszke harcos. Nem, hát egyébként tök igen, igen. Csak, de jó, itt bekúszik ez. Majd mindjárt elmondod, hogy vajon elég egyenrangú ez a küzdelem, vagy ez így néz meg, te jó ég. Nem tudom, ez karhoz függvénye, vagy nem csak a súlyére. Mi a másik csávó, az Iván Drago fia, hat súlycsoporttal nagyobbnak tűnt, igen, amikor így hátulról mutatták, nem? Kétségtelen, ez biztos. De hát végülis az Iván Drago is mennyivel volt nagyobb a szerencsétlen Stallone-nél. Hát igen. Na jó. Thanksgiving. Jó. Hát ezért reméljük, hogy hálát fogunk adni a hálaadás napján. Szóval Gyurikám, bizakodsz? Bizakodunk Gyurikám? Képzeld el, na? Erre most jöttem csak rá. Ugye akkor még nem volt Tim Diamond, amikor volt a Creed 1, ez egyébként mikor 2016-7, valahogy így. Nem emlékszem a pontot. Mindegy, tök jó film volt a Creed 1, imádtuk, a Wrestlerhöz hasonlítanám, amit ugye el is hoztunk itt a Tim Diamond keretein belül. Annyira azért nem mély, de valóban. A realisztikusságában, a hangulatában. Jó. Na mindegy. Igen. És abban ugye az ellenfél, az egy nagy boxoló. Aha. És ő a valóságban is egy eszméletlen durva boxoló, talán tényleg. Egy vagy két veresége van, de amúgy ő ilyen... Az az angol, igen, ő egy ilyen top boxoló a világon, igen. És neki azt hiszem egyetlen egy olyan veresége van, amin talán kiütötték, vagy szimplán csak veresége van. Tudod ki? Egy Adonis nevű csávó. És szerintem ez ihlette azt, hogy az Adonis Creed Adonis lett. Ja, tehát neki a valóságban ő csak attól kapott ki. Tök durva, nem? Ez érdekes. Mondjuk persze jó, lehet, hogy egyébként az Adonis név az unblock jött a filmbe, mert ugye az Apollo fia és az Apollo is milyen egy név. Igen. De amúgy ez tök poén. Hát ez az. Viszont itt az Iván Drago, mondom, egy darabig úgy volt, hogy egy UFC-s csávot fognak amúgy lekasztolni az Iván Drago fiának, a Sage Northcutt-ot. Igen, tudom. Aki úgy néz ki egyébként, mint a Guile a Street Fighterből egy az egybe. De mindegy, szóval egy másik cast lett, de ez is... Az a katona volt a Street Fighterben. Igen. De ez, akit itt lekasztoltak, tehát hogy van egy jelenet, amikor hátulról mutatják, hogy így megy be a Creed, igen. És utána ugyanott mutatják az orosz csávót, és ez kettőször akkora. Ja, de magasságra is, meg testre. Ezek amúgy nem mehetnének egy nincsenek súlycsoportok. A filmekben nem kell súlycsoportok. Nem. Igen, ott nem kell ilyenekkel foglalkozni. Nekem azt tetszik, hogy nyilván, hogy folytathattad a Creed-et csak így? Ha hozzányúlsz ez a bosszú témához, vagy hát mennyire bosszú ez a múlt rendezése valamiképp, mert nyilván nem bosszúról beszélünk. Ezt de már pedzegeti a Stallone is a filmben. Nekem pont a történettel van itt a bajom, hogy ez egy kicsit erőltetett, mert amúgy le lett zárva ez a történet. A Stallone legyőzi az oroszt. Ja, és utána még egyébként egy ilyen kicsit csöpögős beszédet is mond arról, hogy
ha én meg tudok változni, akkor az oroszok is meg tudnak változni. Világos, egy ilyen hidegháborús. Így van, így van. Szóval az a történet tökéletesen le lett zárva, és nem a két fiúnak kell ezt elvárni, én úgy gondolom. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz erős történet, tudod? Meg, tehát, hogy miért kéne ennek a csávónak most megküzdeni az oroszsal az élethalálharcot vívni? És nézd, hogyha azt mondod, hogy történet, akkor azt mondom, hogy történet? Hát az első résznek se volt olyan fantasztikusan mély története, hiszen arról szólt, hogy ki tud-e jönni az apja árnyékából, és tud-e valami maradandót alkotni. Ez meg azt az egyébként tök egyszerű alaptörténetet veszi alapul, hogy akkor mit lehet kezdeni avval, hogy az ő apját az gyakorlatilag a ringbe megölték, és ő most megküzd az ő apja gyilkosának a tanítványával. Hát most fiával, ebből ennyit nem? Vagy fiával, bocsánat. Mit vagy ez a tanítványa fia? Tök mindegy. Annak gonosznak kell lenni, de miért lenne az gonosz? Nem biztos, hogy gonosznak kell lenni. De máskülönben miért menne ez a csávó? Tehát, hogy hát kell, ez... hogy legyen valami, ami ezt a konfliktust elkezdi. Hát ezt pedzegetik ott a trailerben is lehet hallani, hogy pontosan miért akarod ezt a meccset, tehát hogy mit akarsz ettől az egésztől. De tényleg mit akar? Hát esetleg azt lehet mondani, hogy az apját megölték, és ő mondjuk az apja renoméját, dicsőségét avval valamilyen módon, tudom, hogy sántít az egész, helyreállítja, hogyha kiüti az apja gyilkosának a de nem. Tehát, hogy ha bármi közel, ha valaki olyat üt neki, aki szerepet játszott egy gyilkosságban, vagy az más, de ez nem bosszú. Én ezt értem, és el is hangzik, mondom ezt itt nem, hogy don't pretend, tehát, hogy ne csinálj úgy, mintha ez az apádról szólna. Hát lehet, hogy ez derül ki a filmből, Gyuri, hogy ezt ő miért csinálja. De mondom, szerintem tuti az lesz, hogy ugyanúgy ez az ellenség, mondjuk így, az ugyanolyan kokszos lesz, az ugyanolyan technológiai cuccokat próbálják veszem. Majd erőt. Figyeld meg! Pláne most, hogy ugye mennyi ilyen sportbotrány kipattant az oroszokról. Hát, igazad van. Tuti, hogy szét lesz kokszolva, ezt látni fogod, és ez lesz ellensúlyozatlan. Mindenképpen utálnunk kell azt a csávót, mint nézőt, hogy legyen okod arra, hogy mint most legyen ez a harc. Hát nézd, mondom. És ez az, ami gyenge számomra. Én nem hiszem, hogy Franz Kafkai mélységekért jöttünk a Creedhez. A Creed tehát, egy hogy... tök jó voltában. Még egyszer mondom, én nagyon tetszett, tudod, hogy nagyon szeretem a sportfilmeket, ez egy remek sportfilm, de azért nincsen olyan üzenete a világnak, ami most megmenteni ezt a bolygót. Bú! Mondjuk én azt gondolom, hogy ott van a minden héten háború, tehát hogy vannak a sportfilmek között is kategóriák. Van a nagyon hangulatos sportfilm, Creed, meg van a nagyon hangulatos sportfilm, ami nagyon-nagyon mély létkérdéseket. De csapatsport, ez más, ez igazad egy egyéni van, dolog. Jó, hát akkor ott a wrestler, amit mondtál. Creed wrestler, nem lehet az wrestler. Hát figyelj ide, a wrestler az egy egzisztenciális dráma. Igen? De most tényleg, hát te is tudod, hogy az. Igen. Hát a Pankrátor az konkrétan létkérdéseket feszeget. Tényleg. A Creed azért nem feszeget. Tudod, mi feszeget még létkérdést? A Predator. Tudjuk, és akkor szerintem erről ennyit is. Sziasztok! Sziasztok.